A héten megkezdődhet az új mozgósítási törvény végszavazása a parlamentben. Erről már az elmúlt időszakban rengeteget beszéltünk itt a napindítóban, és most is terítéken majd Dunda György tudósítónkkal tulajdonképpen a mozgósítás és minden, amit erről tudni kell Ukrajnában. De ne azzal kezdjünk, hogy mi várható tehát itt a végszavazással kapcsolatban, hol tart most ez a történet, hanem már is szólítom Dunda Györgyet. Szervusz, jó reggelt kívánok! Kezdjünk azzal, hogy hogyan érinti jelen pillanatban a mozgósítás Ukrajnában például az újságírókat, vagy hogyan érintheti majd a következő időszakban? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez egy nagyon jó kérdés, és a közhiedelemmel ellentétben az a helyzet, hogy Ukrajnában az újságírókat, a médiában dolgozókat alanyi jogon nem illeti semmilyen fajta felmentés a katonai szolgálat alól, a mostani mozgósítás alól. Az a helyzet, hogy egyes újságírókkal kivételezni tud a kormány, és pedig a kulturális minisztériumnak jogában van védettséget biztosítani egyes újságíróknak, akik a kulturális minisztérium megítélése szerint az ország szempontjából létfontosságú munkát folytatnak, és jelen állás szerint úgy fest, hogy azon országos televíziós csatornák, melyek csatlakoztak az állami telemaraton adásához, ami a háború kitörésének első napján indult, és egy államilag szabályozott hírfolyamat közvetít a nap 24 órájában. Nos, ezek a csatornák, akik beálltak a sorba, az ő újságíróik egy részét fölmentés illetheti meg, mindenki másnak viszont tart félnie kell attól, hogy bármikor, bárhol igazoltatják, és el is vihetik a frontra. Nekem itt Ungváron több ismerősöm van, ukrán nyelvű kollégák, akik már azóta a fronton is vannak, hiszen önmagában az újságírói hivatás számukra sem jelentett védettséget, mint ahogy egyébként ugye korábban sokszor esett arról, hogy fölmentést kaptam, de én sem újságírói munkámból, hanem családi okokból voltam jogosult a fölmentésre. És hogy mennyire veszélyes hivatás manapság az újságírói munkait Ukrajnában, egy példát, egy konkrét esetet elmondanék, ami az elmúlt hétvégén történt. Az egyik ismert ukrán oknyomozó portál egyik újságírója, bizonyos Jevhen Shulgat megjelentetett egy leleplező jellegű cikket, amiben az ukrán biztonsági szolgálat kiberbűnözés elleni vezetőjének a családi dolgait vizsgálta, egész pontosan a család vagyonát vizsgálta, és hát leírta azt, hogy a család a háború idején egy több mint félmillió dollár értékű luxus ingatlant tudott vásárolni Kijevben, és hát egybeesés vagy sem, mindenki döntse el maga, de tény, hogy a hétvégén az egyik plázában a hat kiegészítő munkatársai hirtelen körbevették, igazoltatták, és hát adategyeztetésre be is kísérték a toborzó irodába. Azt összességében, ha már az újságírókra nem kérdeztél rá, el kell mondani, hogy háború idején különösen nehéz az újságíró dolga, minden egyes mondatot, de még egy hangsúlyt is alaposan meg kell fontolnia, hiszen több olyan törvény van háború idején, akár a kollaborációról szóló törvény, illetve le valami a média egészét érinti, hogy nagyon meg kell gondolni az ember, mit mond. Jó reggelt kívánok, köszöntelek én is, Gyuri. A másik ilyen fontos és nagy fajsúlyú kérdés a mozgósítási törvény, annak a parlamenti végszavazói vitája várható ma. Erről mit kell most tudni, hogy áll ez a helyzet, hiszen hatalmas port kavart az országban? Igen, továbbra is ez a top téma abszolút Ukrajnában, úgy a politikai elitek, mint az egyszerű hétköznapi emberek szintjén. Ha minden igaz, akkor holnap a parlament elé kerülhet már végleges formájában ez a törvény, ami ezt többi 4000 módosító indítvány érkezett az előzetes bizottsági viták során. És hát a kormány föltett szándéka, hogy csütörtökön megtörténjék a végszavazás, és elfogadják ezt a törvényt. Jelenleg nagyon sok a találgatás, egymásnak ellentmondó hírek vannak, hogy bizonyos nagyport kavart kérdések, konkrét ügyek tekintetében mi lesz a végleges leírata ennek a jogszabálynak. Például azon vitáznak most, és nem tudjuk, hogy végül is pontosan milyen megfogalmazást kapott a szabadságvesztésüket töltők vonatkozásában a törvényi előírás. Itt volt olyan szándék, van olyan szándék, hogy önként, akik jelenleg börtönben vannak és be akarnak vonulni a seregbe, ők ezt megtehetik, és hát cserébe törlik a büntetési tételeiket, illetve mi lesz a korábban elítéltek. Ugye az egész abból ered, hogy Ukrajnának égetően szüksége van új utánpótlásra,
és ezért igyekszik a társadalom, a lakosság minden csoportjában keresni potenciális pótlási, utánpótlási lehetőségeket. Aztán ott van az, hogy esetleg nem fogják tudni a konzuli ügyeiket, tehát például egy új útlevelet sem tudnak igényelni a külföldre menekült hadköteles korú ukrán férfiak, mert ahhoz, hogy bármilyen konzuli ügyet intézzenek, elviekbe katonakönyvet fognak tőlük kérni, amit értelemszerűen sokaknak nincs, csak azoknak van katonakönyv, akik itt vannak, bemennek adategyeztetésre a toborzóirodába, viszont a katonakönyv meglétét az új törvénytervezet olyan szintre helyezi, hogy bárhol, bármikor, bárkit igazoltathatnak, a személyi igazolványa mellett a katonakönyvét minden egyes hadköteles korú férfi köteles felmutatni, mert amennyiben nem lesz nála, akkor bekísérhetik a toborzó irodában a helyzet tisztázása érdekében. Ugye az már nem kérdés, hogy csökkentik-e a behívhatók életkorát, hiszen Zelenszkij egy másik törvényt aláírva 27-ről 25 évre ezt a korhatárt már levitte. Viszont az nagy kérdés, akik megtagadják a sorozást, a behívást, a megjelenést a toborzóirodák előtt, ők milyen szankciókra számíthatnak, fölmerült, hogy a bankszámláikat korlátozhatják, fölmerült, hogy a jogosítványukat bevonhatják, menet közben a parlamenti bizottsági viták során fölmerült, hogy akár elzárásra is ítélhetnek egyeseket kirívó esetekben, vagy olyan súlyos pénzbüntetés szabhatnak ki, például 2 millió forintnak megfelelő összegekről esett szó, és itt parlamenti képviselők is érveltek és kontra, hogy igazából ezekből mi és hogyan fog kinézni a parlamenti végszavazás során, amire jó eséllyel a héten sor kerülhet, az két napon belül kiderülhet.